Sziasztok! Folytatjuk a sorozatot. A mai részben viszont nem egy sorozatgyilkosról fogok nektek mesélni. Egy olyan elkövetőről lesz szó, akinek egyetlen egy áldozata van. Vagy hát, igen, egy embertől megmaradjunk ennyibe. Az, hogy hány áldozata van, az szerintem mindig relatív, hogy kiket is tekinthetünk áldozatnak. Viszont több ok miatt is azt gondoltam, hogy érdemes lenne erről az esetről beszélgetnünk. Nem más lesz a mai elkövetőnk, mint Liza Montgomery. Liza Montgomeryről azt kell tudni, hogy picit máshogy szeretném az ő történetét feldolgozni, abban az értelemben, hogy először magát a bűncselekményt fogom nektek elmesélni, és utána fogok Liza Montgomery életéről mesélni. Én most ezt fontosnak tartom, hogy ez legyen a sorrend. Na de vágjunk is bele. Szóval Liza Montgomery 2004-ben csatlakozik egy chat szobába, ami egy bizonyos fajta kutya a Red Terriereknek a tenyésztésével és tenyésztőivel kapcsolatos, tehát azt hiszem az is a neve, hogy Retter, Chatter, vagy valami ilyesmi. Igen, valami ilyesmi nevű a csoport, de halál vicces neve van. Na mindegy, és ott ezekről a kutyákról beszélgetnek tenyésztők, és ezen kutyák iránt érdeklődő emberek. És hát ide fog beregisztrálni Liza. Ha nem tudod, hogy mi az a chat szoba, akkor nem vagy elég idős ahhoz, hogy ezt a videót megnézd. Jó? Tehát, hogy akkor tessék innen elmenni, mert akkor nem vagy elég idős. Szóval, és ebben a chat szobában ő többekkel beszélget, és ott fog megismerkedni Bobby Joe Stinnettel. Ő akkor 23 éves, nem régen volt az esküvője, és kisbabát vár, és ő ennek nagyon örül, és ez valahogy így a beszélgetések során ki is derül. Liza azt állítja neki, hogy ő is kisbabát vár, ami nem volt igaz egyébként, és ott megismerkedik vele, megbeszélik, hogy ő hol lakik, hogy mióta foglalkozik ezekkel a kutyákkal, és minden hasonlóakat így megbeszélgetnek, és aztán álnéven fogja megkeresni őt Liza, és azt mondja, hogy ő szeretne tőle egy ilyen kutyát vásárolni. Meg is beszélik, hogy akkor a Liza melyik nap fog elmenni ő hozzá, és ez nem más, mint december 16-án 2014-ben fog megtörténni. És akkor Liza elmegy hozzá. Skidmore-ba, ami Missouri államban található, egy ilyen nagyon-nagyon picike kis falu, vagy kisváros, vagy hát nem tudom, hogy most ezt hogy mondják rendesen. Azt hiszem falu, de erre most nem merek megesküdni, jó? Csak azt tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon pici település. És oda megy Liza, bekopogtat, kedvesen elbeszélgetnek. Egyébként egyszer ők már találkoztak egy kutyasó alkalmával, de sajnos Bobby őt nem ismeri fel. Beengedi, hátraviszi őt a kutyákhoz, ahol Liza megfojtja, és ekkor Bobby 8 hónapos terhes, és fog egy kést, amit ott talál a lakásba, fölvágja Bobbynak a hasát, Liza, és kiveszi belőle a 8 hónapos kisfiát. Tehát igen, kivágja belőle, és ott hagyja elvérezni és meghalni. Utána fölhívja Liza a férjét, hogy ő megszült, és hogy jöjjön érte. Ez nekem egy kicsit homályos a történetben, hogy ezt miért hiszi el a férje, hogy nem vette észre rajta, hogy terhes lenne, hogy... Kétféle cikket is olvastam, az egyik azt állította, hogy azt mondta neki Liza már előtte, hogy ő terhes, a másik cikk meg azt mondta, hogy hát így elhitte a férj, hogy nem vette észre a Liza, hogy terhes lenne. Ami érdekessége, Lizának ekkor van két gyereke, két már gimnázista tinédzser gyermeke van, és őt egyébként az utolsó szülése alkalmával sterilizálják az orvosok. Nem találtam arra vonatkozó bejegyzést, hogy miért történt meg ez a sterilizáció, hogy Liza kérte, hogy
tudtával, tudta nélkül, beleegyezésével, beleegyezése nélkül történt ez a sterilizáció, és hogyha most azt mondjátok, hogy hát olyan, hogy valaki nem egyezik bele, és nem történik sterilizáció, akkor szeretném elmondani, hogy de, történik, Magyarországon is történt, nekünk van olyan rokonunk, akit úgy sterilizáltak, hogy sem szóban, sem írásban nem járult hozzá, és mai napig ez néha előfordul, tehát, hogy... Nem tudom, hogy őt... Azt tudom, hogy ő akkor 5 év alatt szült 4 gyereket, és a 4. gyerek megszületése után lett ő sterilizálva. Nem tudom, hogy saját kérésre vagy nem. Mindegy, de hogy ez volt állítólag az az utolsó pont, ahol neki teljesen elborult a józan elméje. Én nem hiszek ebben, és megmondom miért, mert hogy a legkisebbik gyerek ekkor... tehát már 14 vagy 13 éves, tehát én azt gondolom, hogy kellett valami eseménynek történnie 2004-ben, amiért teljesen elborult az ő elméje, hogy mi volt ez, ezt nem írják az újságok, ez persze bármi lehet, tehát hogy ez egy akár egy pici dolog is lehet, tehát hogy nem kell ilyen hatalmas nagy életeseményekre gondolni, lehet ez valami pici dolog, de minden esetre Liza nem lehetett terhes, és ez a férje, ez nem volt vele tisztába, hogy ő sterilizálva volt. Szóval fölhívja a férjét, hogy ő megszült, és hát őt ki is engedték azon nyomban, a férje ezt elhiszi, igen... És akkor elmegy érte, és hazaviszik a kisbabát. És ez egy másik államban van, ők egy másik államban laknak, ez később lesz fontos a tárgyalás miatt. És hát viszonylag hamar rájön a rendőrség arra, hogy Liza ott volt, méghozzá azért jönnek rá nagyon hamar, mert hogy visszakeresik a levelezésnél az IP címet, és rögtön rájönnek, hogy Liza... írt álnéven e-mailt neki, elkezdik megfigyelni a házukat, fölismerte valaki a kocsit, tehát pontos leírást adott a kocsiukról, amivel Liza odament, tehát az is egyezett, a kisbaba is egyezett végül, úgyhogy azt hiszem 2 vagy 3 napon belül letartóztatták Lizát, nem tartott sok ideig, és egyébként mindent be is vallott a rendőröknek, tehát hogy nem kellett 5 órákig kihallgatni, és nem kellett vele semmi ilyesmit csinálni, bevallotta az eseményeket. A kisbabát átadták az édesapjának, és azóta is ő neveli, ezt lehet tudni. És akkor megkezdődik az ő tárgyalása, 2007-ben el is ítélik őt, és halálra ítélik. Ami azért nagyon érdekes, mert hogy követségi szinten tárgyalják az ő esetét, ez azért van, mert hogy államok közti, tehát hogy nem egy államban lakott ő, és nem ott követte a gyilkosságot, és tehát hogy náluk valamiért így megy az a rendszer, és hát nagyon ritkán szoktak halálra ítélni szövetségi szinten nőket. Nagyon érdekes, hogy az elmúlt 20 évben összesen 12 nő ölt meg ugyanígy terhes nőt, hogy megölték azért, hogy kivághassák belőlük a gyermeküket, és hogy elvehessék tőlük. Meglepően nagy ez a szám, az én értelmezésem szerint, és egyiket se ítélték halálra, csak is kizárólag Liza Montgomeryt. Na is, hogy miért, arra se találtam igazán rendes választ, tehát hogy próbáltam megnézni, hogy rossz volt az ügyvédje, vagy hogy mi lehetett annak az oka, hogy őt ennyire könnyedén halálra ítélték, minden esetre halálra ítélték, és hát ő, Liza Montgomeryt aztán, mint tudjuk, 2021. január 13-án, tehát kevesebb, mint egy hónapja, vagy nagyjából egy hónapja, végül aztán méreg injekcióval kivégzik. Sokszor fellebbeztek ő és az ügyvédje a mentális állapotára hivatkozva, de minden esetben sokszor kifutottak az időből, meg mindenféle problémák voltak itt a fellebbezés környékén, úgyhogy nem sikerült egyik fellebbezés sem, és hát Donald Trump utolsó bájos és kedves megmozdulásaképpen minél több embert ki akart végezni, aki szövetségi szinten volt halálra ítélve, úgy, hogy 2003-tól kezdve 17 éven át nem végeztek ki senkit, aki szövetségi szinten lett halálra ítélve. Az utolsó pár napjában Donald Trump 13 embert végeztetett ki. Tündérvirág sztál! Micsoda karasztény, ögál nagyon. Na szóval.
Az utolsó vacsoráját nem tették közzé Liza Montgomerynek, hogy mi volt. Az utolsó szavai, utolsó szójogán megkérdezték, hogy kívánne valamit mondani, és összesen annyit mondott, hogy nem. Annyit lehetett tudni, hogy nagyon ideges volt, és remegett a keze, illetve hogy a kezén volt egy szív alakú tetoválás, és azt fogdosta és simogatta, mielőtt őt lekötözték volna. Na szóval! És hát akkor most kezdjünk is bele, és én persze, ez egy borzasztó bűncselekmény, és tényleg, szóval én 4 gyermeket hoztam a világra, és tényleg tudom azt, hogy ezt valaki velem megtenné, vagy a szeretteimmel, wow, tehát, hogy én higgyétek el, lányok, hogy értem, hogy ez miért ilyen borzasztó bűncselekmény, de nagyon szeretném, hogyha végighallgatnátok Liza Montgomery életét, mert nagyon fontos az, hogy ő honnan jön. Na szóval Liza Montgomerynek az édesanyja 20 éves, amikor őt megszüli, ez a drága jó asszony, és hát azt kell róla tudni, hogy végig keményen ivott a terhessége alatt, de hogy nem akármilyen szinten, olyan szinten, hogy Liza alkohol szindrómával jön a világra, első napjaival avval foglalkoznak az orvosok, hogy leszoktassák, és az elvonási tüneteit a kisbabának próbálják enyhíteni. Ezen kívül, hát azt lehet tudni az alkohol szindrómával született kisbabákról, hogy sokkal alacsonyabb intelligencia szinttel születnek. Ez Lizáról is elmondható, tehát, hogy ő neki azért az intelligencia hányadosa elég alacsony. Ezen kívül ez a drága jó asszony, nagyon utálom ezt a nőt, annyira utálom, nem tudom elmondani. Szóval ez a drága jó asszony fizikálisan és mindenhogyan bántalmazta Lizát, amikor tudta, verte. Egyébként Lizának van egy nagyobb testvére, egy 4 évvel idősebb nővére volt, aki aztán elkerül állami gondozásba, kiemelik a családból, és ők egy idő, és utána nagyon sokáig nem beszélgetnek, de a tárgyaláson ő az, aki végül elmeséli a gyerekkorukat, vagy egy részét legalábbis a bíróságon. És akkor Lizának úgy folytatódik az élete, hogy az első szava az, hogy anya ne bánts. Vagy az első mondata pontosabban az neki, hogy anya ne bánts. El lehet képzelni, hogy ő milyen fizikai és lelki tortúrákon ment keresztül. 4 éves, amikor a 8 éves nővérét, aki mellette feküdt, megerőszakolták, úgyhogy ő azt végignézte. Ezen kívül az anya rendkívül sűrűn váltogatta a partnereket, férjeket, és talál egy áldott jó embert, szeretném felhívni rá figyelmet, aki Lizát is elkezdi erőszakolgatni egészen 10 éves korától. Erre szerez valahonnan egy lepukkadt lakókocsit, amit elvisz a közeli erdő egyik elhagyatott tisztására, azból a célból, hogy Lizának a sírását és kiáltását ne hallja senki. Hetente 4-szer-5-szer viszi oda Lizát azért, hogy üsse és megerőszakolja. Ha Liza túlságosan ellenáll, akkor a fejét egy oda készített ilyen beton téglaszerűséggel üti. Több agyi sérülést lehet látni, és koponya sérülést az ő felvételein, tehát, hogy ennek van bizonyítéka, hogy ez így történt. Aztán 15 éves korától kezdve az édesanyjának és ennek az áldott jó embernek eszébe jut az, hogy milyen jó is lenne, hogyha Lizával lehetne fizetni szolgáltatásokért. Tehát, hogyha ők valamit vesznek, vagy elromlik például a vízvezeték, akkor a vízvezeték szerelőnek felajánlják, hogy megerőszakolhatja cserébe Lizát. Igen. Igen. Többször adják így őt oda embereknek megerőszakolás céljából. Sokszor csoportosan is megerőszakolják Lizát, és egészen
felnőtt koráig ez így megy, amikor is Liza hozzámegy a féltestvéréhez, mert azt gondolja, hogy, vagy hát nem féltestvér, mostoha testvér, pontosítok, mostoha testvérhez, mert azt gondolja, hogy így ő ki tud ebből a helyzetből szabadulni. Liza rendkívül sok és rossz házasságot fog kötni az évek során. Igen, sok ilyen hasonló kedves emberrel fog találkozni, mint a nevelőapja volt. Amit érdekesnek tartok még így elmondani, pár ilyen kis apróságot, ami megtörtént vele, hogy például az egyik alkalommal Lizát mesztelenre lecsupaszítva kirakják az ajtó elé, ekkor 11 éve. Aztán az egyik alkalommal az édesanyja benyit, amikor a nevelőapja őt éppen megerőszakolja, és kimegy, tehát, hogy ez ilyen teljesen normális reakció, kimegy, majd utána fogja magát, és egy puskát elővesz, és kint megvárja, hogy végezzen, ez az áldott jó ember, és utána fogja, és Lizának a fejéhez nyomja a fegyvert, és azt mondja neki, hogy hogy tehetted ezt velem. Aztán később, amikor elválik ettől a gyönyörű áldott jó embertől, akkor a bíróságon ő elmondja, tehát az anyja, Liza anyja egy bíróságon elmondja, hogy ő benyitotta akkor, amikor a lányát éppen megerőszakolta ez az ember. Ettől függetlenül sem a bíróság, sem a rendőrség, senki nem indít nyomozást, hanem hagyják, ez benne van egy jegyzőkönyvbe, és ott hagyják ezt a kislányt. És hagyják, hogy ebbe a családban. Szóval, hogy ezeknél az embereknél legyen. Úgyhogy, hát igen, így telik Lizának az élete, sokszor vállal aztán ő is prostituáltként munkát, aztán vállal mindenféle fizikai munkát, sokszor nyúl az alkoholhoz, és mindenféle szerekhez. Lehet tudni, hogy bipoláris személyiség zavara van, illetve lehet tudni, hogy poszttraumás stressz szindrómába is szenved, az őt ért abúzusok, erőszakok és fizikai bántalmazások következtében. És én most szeretném mondani, hogyha meglátom azt a komment szekcióban, hogy valaki odaírja, hogy hát mindenkinek van rossz gyerekkora, mégse csinál ilyet, ez nem rossz gyerekkor, ez maga a pokol. Tehát, hogy azt, nehogy már azt mondjuk, hogy ez a rossz gyerekkor. Tehát ez nem rossz gyerekkor, ez maga a pokol. Szóval így telt az ő élete, és hát az a helyzet, hogy ő azt mondja, hogy nem igazán emlékszik arra, hogy miért csinálta, vagy mikor csinálta, vagy hogy csinálta ezt a gyilkosságot. Egyébként mélyen megbánást tanúsít. A börtönben egyébként jó magaviseletű, és nem a balhésok közé tartozik, de hát például az ügyvédje többször mondja, hogy ő nem tudja, hogy például Liza mennyit fog fel abból, ami éppen vele történik, tehát az a helyzet, hogy ezt valószínűleg nem is lehet tudni. Úgyhogy hát ez volt Liza Montgomery-nak az élete. Azt kell mondjam, hogy persze Lizát, és az összes olyan elkövetőt, akinek ilyen borzalmas, de tényleg borzalmas családja van és gyerekkora, nem ment fel a tettei alól az, hogy ők mit csináltak. Szóval nyilván nem mentség az, hogy kinek milyen gyerekkora van, mert nem mentség az, hogy ő mit követett el. De hogy én azt gondolom, hogy igenis látni kell, hogy Liza Montgomery nem lett volna az, aki, hogy ezt meg lehetett volna előzni. Hogy ha valamit, akkor ezt megtanulhatjuk ezekből a sorozatgyilkosos videóimból, hogy van az a pont, amikor ezeket meg lehetett volna előzni. És ez nem 2004, és az nem 2003-ban lett volna, hanem az akkor lett volna, amikor Liza Montgomery ennyi idős volt. Ekkor még a Liza Montgomery megmenthető lett volna. De ő cserben hagyta a rendszer. Cserben hagyta az anyja. Egy olyan nőhöz született, aki maga volt az ördög. Mert tényleg. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek azok.
cserben hagyta a rendszer. Kérdem én, az hogy lehet, hogy felnőtt egy lány úgy, hogy soha senki nem vette észre azt, hogy ő milyen tortúrán megy keresztül. Az hogy lehet, hogy a 4 évvel idősebb nővérét kiemelik a családból, mert súlyosan, fizikailag és szexuálisan bántalmazzák, és a 4 évvel fiatalabb húgát ott hagyják. Az hogy lehet? Azt hiszem, kicsit érzékenyen reagálok erre az ügyre. Úgy érzem. Bocsánat, csak irúzsoztam magam, és nekem sok kérdésem van még. Rengeteg kérdésem van még. Az hogy lehet, hogy egy bíróságon elhangzik az, hogy ő, ez a férfi megerőszakolta a lányomat, és utána az a férfi nincs elítélve, nincs felelősségre vonva. Az hogy lehet, hogy ez a nő, akit az anyjának nevezünk, soha nem lett azért felelősségre vonva, ahogy bánt ezekkel a gyerekekkel. Az hogy létezik, hogy ezek a nők és férfiak az utcán vannak. Az hogy létezik, hogy pontosan tudjuk azt, hogy melyik vízvezetékszerelő erőszakolta meg fizetségként ezt a lányt, és soha senki nem volt a felelősségre. És hogyha most azt hiszük, hogy ez nagyon távoli, és hogy a mi országunkban ilyen nem történik Magyarországon, akkor most szeretném elmondani, hogy ez nem így van. Most szeretném elmondani, hogy 4 éve jelent meg először az a cikk a kalocsai gyermekotthonról, hogy ott hogy és milyen módon bántalmazzák fizikailag és verbálisan azokat a gyerekeket, és azok a felügyelők mai napig ott dolgoznak. Hogy soha senki Magyarországon sem indított ezzel kapcsolatban semmit. Hogy ezek az emberek még mindig ott dolgoznak, és évente megcsinálják ezt a kalocsai gyermekotthonnak az utánkövetését. Most is nem olyan régen kikerült egy cikk arról, hogy légpuskával lövöldöztek a gyerekekre. És ez nem számít. És ezek a gyerekek ilyen helyzetben nőnek fel. És én nem állítom, hogy minden gyerek, vagy a kalocsai gyermekotthonban lévő gyermekek, ből mind Liza Montgomery lesz. De hogy nem lesz belőlük mentálisan egészséges felnőtt, abban mindenki biztos lehet. És ezeket a gyerekeket most kéne megmentenünk. Mert később, amikor már 35 évesek, amikor Liza Montgomery 35 éves volt, amikor elkövette ezt a gyilkosságot, akkor már nem tudsz utánuk nyúlni. Akkor már nem tudod őket megmenteni. Ez most nagyon megérintett engem, ez az ügy. Valószínűleg ez a kalocsai ügy is erre rátesz, meg minden egyben. Hát ez volt Liza Montgomery-nak az esete, és zárásképpen szeretném elmondani az egyik mondatot, amit olvastam róla, és nagyon megragadt az én fejembe, és ez pedig nem hangzik máshogy, mint úgy, hogy Liza Montgomery nem a gonoszak leggonoszabbika, hanem a sérültek legsérültebbike volt. Vigyázzatok nagyon magatokra! Sziasztok!